Azt gondolom, hogy tényleg a Jóisten akarta azt, hogy 4 egyházi intézmény egyszerre ugyanazt gondolja és ugyanazt szeresse létrehozni egy szakácskönyv formájában. Egy fantasztikus könyvet hoztunk létre, azt gondolom, mind a desszertekben, mind az előételekben a puritán gasztronómia jelenik meg, fantasztikus módon ötvözve az egyszerűséget, a gyönyörű ízvilággal, illetve azt nagyon fontos elmondanom, hogy ezekben a receptúrákban a fűszerpaprika, mint alapanyag nem nagyon jelenik meg, inkább egy osztrák, német behatás figyelhető meg. A szerkesztő úr, akivel készítettük a könyvet, azt kérte tőlünk, hogy jelenítsünk meg egy abszolút klasszikus receptúrát, jelenítsünk meg egy modern, újra gondolt receptúrát, illetve jelenítsünk meg olyan receptúrát, ahol a cukrász úr a kreativitását meg tudja mutatni. Megjelentek az ételeinkben olyan alapanyagok, amelyeket már régen elfelejtett a magyar gasztronóm, mint például a tok. Megjelent például olyan kifejezés benne, mint kígyótorta, amely valójában a beiglinek a régi elnevezése. Megjelentek benne a kohok, megjelentek benne a felfújtak, de ez tényleg mindenki számára érthető és könnyen elkészíthető módon. Azt gondolom, hogy ez a szakácskönyv kiváló ajándék egyébként mind a háziasszonyoknak, mind esetleg a olyan vendégeknek, akit meg szeretnénk ajándékozni egy remekbe szabott prímási szakácskönyvvel, amely tényleg Esztergomhoz köthető.